Sziasztok, Orsi vagyok. A mai videó azokról az emberekről fog szólni, akik, hogyha kétféle módon lehet valamit megoldani, akkor ők biztos, hogy látszólag nehezebb megoldást választják. Azért érdekel engem ez az embertípus, mert sokak véleménye szerint én is ezek közé tartozom. Ezt az embertípus szokás nevezni kisebb jó indulattal különcnek, vagy alternatív gondolkodásúnak. A gonoszabbak azt mondják, hogy bolond vagy önsorsrontó. De én ezzel nem értek egyet, úgyhogy arra gondoltam, hogy néhány pontban összefoglalom az én különbségemet, és mindegyik pontban meg is próbálom cáfolni azt, hogy ez a nehezebb út lenne. Mindig is rajongtam a matematika iránt, már általános iskola első osztályos koromban is. Nagyon érdekeltek a logikai feladatok, az ilyen fejtörők, és aztán 8 osztályos gimnáziumba kerültem, ahol én indítványoztam a matek tanárunknál, hogy legyen délutánonként matek szakkör. És hát az történt, hogy 16-an jártunk erre a szakkörre a dolog fénykorában, amikor a legtöbben jártunk, ez 15 fiú volt és én. Amikor egyetemre kellett jelentkezni, akkor nagy dilemmában voltam, mert az irodalmat és a nyelveket is nagyon szerettem, illetve ott volt a matematika, illetve nagyon szerettem még rajzolni, és hát ennek az interpolációjából lett az, hogy én építészmérnök lettem. És egyébként a Műszaki Egyetemen igaz, hogy sokkal több fiú van még mindig, mint lány, de pont az építészkaron nagyjából 50-50% az arány. Úgyhogy, ahogy egyetemre kerültem, ez a dolog, hogy én vagyok az egyetlen lány egy csomó fiú között, ez gyakorlatilag meg is szűnt. Egy másik terület, ahol különcnek számítok, az a környezetbarát vagy környezettudatos életmód, amit próbálok folytatni. Hát nyilván ez elég nehéz, meg nem is sikerülhet teljesen, ez inkább egy elérendő idea. Például a szelektív hulladékgyűjtés, mi már nagyon régóta külön gyűjtjük a papír és a műanyag hulladékot, és az akkor is így volt, amikor messzire kellett vinni a szelektíven összegyűjtött hulladékot. Mondják, hogy nem is igaz, hogy a szelektíven összegyűjtött szeméttel aztán valóban történik valami, valóban feldolgozzák. Én ezzel nem akarok foglalkozni, lehet, hogy nem dolgozzák föl, mert nincs még rá meg a megfelelő háttér. De egyébként a szelektív gyűjtés mellett az is fontos, hogy ami még használható, azt félretegyük. Tehát az újrahasznosításnál is fontosabb az újrahasználás, illetve hogy eleve kevés dolgot szerezzünk be. A mosogatószerhez utántöltőt vegyünk, ne pedig megint vegyünk egy flakont, vagy kimért dolgokat vegyünk, amiből lehet például a piacon különböző asszalgyümölcsökből, magokból, rizsből, rengeteg dologból lehet kimértet venni, amiből nem lehet kimértet venni, abból lehet nagy kiszerelésűt venni, ami szintén a csomagolóanyag mennyiséget csökkenti. Ezek apróságoknak tűnnek, de higgyétek el, hogy összeadódnak. Másrészt pedig gondolkodásmód formálóak is, hogy az ember folyamatosan figyel ezekre a dolgokra. Szeretnék ajánlani egy nagyon jó oldalt az interneten, ez az iFixit, ahol különböző meghibásodott háztartási és elektronikai eszközöknek a javításáról lehet olvasni. Rengeteg mindent szétszednek a honlap készítői, például iPhone-okat is. Mindenféle eszközhöz közé teszik a javításhoz, szétszedéshez, összerakáshoz szükséges tudnivalókat. Valójában az újrahasznosítás az csak a legutolsó lépés, hogyha már mást nem lehet tenni. Sokkal fontosabb az, hogy használd újra, illetve eleve csökkentsd a körülötted lévő tárgyak mennyiségét. A környezettudatosság témájához még most már 2 gyerekünk van, mind a kettőjükön mosható pelenkát használunk. A nagyobbik lányom már 21 hónapos, tehát mondhatom, hogy már nem tegnap kezdtük el ezt a témát, és el kell mondanom, hogy egyáltalán nem bonyolult és nem ijesztő. Itt száradnak a pelenkák, ez most épp 16 darab tetra pelenka. Összesen 25 ilyen pelenkát használunk, a nagyobb gyerekünknek pedig formázott, patentos, illetve tépőzáras varrott pelenkákat használunk, körülbelül 15 darabot. Persze mondhatja bárki, hogy kertesházban könnyű nekünk mosható pelenkával szórakozni, de az a helyzet, hogy júliusig egy egyszobás albérletben laktunk, és ott is megoldottuk a pelenkamosást. Ha már említettem a mosást, nem sima mosószert használunk, hanem mosószódát, illetve öblítésként ecetet. Ezen kívül van még a fürdőszoba szekrényünkben szódabikarbona, illetve citromsav, valamint mosószappan. Ecettel szinte mindent fényesre lehet tisztítani. A szódabikarbona is egy
nagyon széles körben használható tisztítószer. Visszatérve a gyerekes témára, a férjem édesapja angol, és amikor az első gyerekünket vártuk, akkor beszélgettünk, hogy hogyan fogjuk ezt megoldani, hogy a nagypapával is tudjon a gyerek beszélni. Arra jutottunk, hogy a férjem angolul fog beszélni a gyerekekhez, én pedig magyarul, és ehhez azóta is tartjuk magunkat, illetve nagyjából a rokonság is ketté vált így nyelvi szempontból. A nagyobbik lányunk az elmúlt néhány hónapban kezdett el egyre több szót mondani, és nagyon sok szóra van angol és magyar kifejezése is, nem mindegyik teljesen érthető még, de nagyon izgalmas látni, ahogy tanul beszélni, és ahogy szétválasztja a fejében a két nyelvet. Például, hogyha én véletlenül egy angol szót mondok, mondjuk mert hallom, hogy ő valamit angolul nevez meg, és megismétlem, hogy tényleg ezt mondtad, akkor általában rávágja, hogy apa, tehát hogy apa szokta ezt a szót használni, és nem pedig én. Egy csomó szó van, amit mind a két nyelven mond, például mondja, hogy ló, illetve hósz, mondja, hogy daddy, illetve apa, mondja, hogy tánc, illetve dansz. Néhány kis hangfelvételen szeretném szemléltetni a lányunk két nyelvűségét. Ez micsoda? Bőgyi. És ez? Gé. És ez? Nos. És ez? Náó. Ez mi? Ocsa. És ez? Szema. És ez? Úgy vettem észre, hogy ez mostanában egy elég divatos téma. Olyanokról is tudok, ahol mind a két szülő magyar, de mégis az egyik szülő idegen nyelven beszél a gyerekéhez, hogy legyen egy ilyen előnye az életben, hogy két nyelvet ismer anyanyelvi szinten. Nekem ez egy kicsit furcsa, én mindenképpen a saját nyelvemen szeretnék a gyerekemhez szólni, de tudom, hogy ez is egy létező tendencia. Nálunk ez csak azért merült föl, mert a férjem családja révén kézenfekvő volt. És nem is nagyon tudtunk volna más megoldást találni, hogy a csak angolul beszélő rokonsággal se legyen semmiféle kommunikációs probléma. Korábban azt gondolták, hogy a kétnyelvűség a gyerekeknél tanulási nehézségeket okoz, vagy hogy le fognak maradni az iskolában. Ez nem igaz, ezt azért gondolták, mert eleinte nehezebben kezdenek el ezek a gyerekek beszélni. De a későbbiekre olyan lépés előnyt szereznek, amit talán máshogy nem is lehet megszerezni. Azt mondják, hogy sokkal komplexebb gondolkodásuk lesz, azáltal, hogy egészen kiskoruktól kell a kétnyelvűséggel megbirkózniuk. Sokan azt is mondják, hogy a logikai gondolkodásuk is jobb lesz. Hát remélem. Egyelőre egy probléma merült föl, hogy az én szüleim csak magyarul beszélnek, angolul nem. És most már egyre több szó van, amit mond a lányom, és esetleg anyukám nem érti meg. Mondta is, hogy az elmúlt néhány hétben több angol szót tanult, mint egész élete során. Lehet, hogy a végén ebből is előny lesz, és elkezdő is angolul tanulni. Még egy különbség, amiről beszélni szeretnék ma, az a rajongás. Ez az egyik olyan dolog, ami összeköti a nerdfightereket, hogy olyan dolgokért is tudunk rajongani, amiért kevesen rajonganak. És az a jó ebben a közösségben, hogy ezt nem kell magyarázni, vagy nem kell emiatt szégyenkezni. Amikor 13 éves voltam, akkor indult a tévében a Farm, ahol élünk című sorozat. Szerintem a iskolából, az osztályból én voltam az egyetlen, aki nézte, vagy legalábbis lehet, hogy a többiek letagadták. Ez csak egy-két évig ment a tévében. Előtte volt a váratlan utazás, ami hasonló, és azt többen ismerték és szerették itt Magyarországon. Ez a Farm, ahol élünk, ez nem jutott el olyan sok mindenkihez, de én akkor elhatároztam, hogy nekem ez a sorozat nagyon tetszik, és mindent szeretnék tudni róla. Gyakorlatilag akkor kezdtem el internetezni, azon a nyáron, amikor először adták a tévében a sorozatot, a rajongásomnak hála ismerkedtem meg az internettel, hogy hogy lehet jól böngészni, könnyen megtalálni oldalakat, információkat összeszedni, aztán összeszerkeszteni. És aztán 16 éves korom körül nekiveselkedtem, és összeállítottam egy weboldalt, és 2002. februárjában föl is töltöttem az internetre ezt a honlapot, ami azóta is működik, csak azóta már saját domén név alatt. Közben leérettségiztem, lediplomáztam, férjhez mentem, született két gyerekem. Nyilván ezt nem lehet folyamatosan ugyanolyan vehemenciával művelni, de mindvégig jelen volt az életemben, és ennek egy nagyon fontos része az, hogy ez a honlap végig létezett,
Egyébként ezen a honlapon tanultam meg a honlap szerkesztést is. Máskülönben nem fejlesztettem volna tovább az iskolában tanultakat. Most viszont egy több mint 13 éve működő, elég tartalmas honlap tulajdonosa vagyok, aminek saját domain neve van. Szóval érdekes, hogy volt ez a sorozat, amit egyedül én néztem az egész osztályból, és szinte le is kellett tagadni, mert ilyen ciki volt egy ilyen történelmi sorozatot nézni, ami kicsit idilli világban játszódik, kicsit távolinak tűnik, és aztán eltelt másfél évtized, és nekem ez megmaradt. Találkozókat is szervezek most már 5 éve, nagyon sok ismeretséget köszönhetek ennek. Olyan embereket, akikkel azóta is tartom a kapcsolatot, amióta egyszer eljöttek egy találkozóra. Úgyhogy úgy történt, hogy ez egy mindvégig jelenlevő része lett az életemnek. Nagyjából ennyit szerettem volna ma elmondani. Biztos, ha egy kicsit gondolkodnék még, akkor találnék még olyan területeket az életben, ahol különcnek számítok, de legyen már ennyi elég. Sziasztok!